Megvannak a friss adatok, meghaladta az 1.334.000-et azoknak a száma, akiket beoltottak Magyarországon. A pontos adatokból látszik, hogy jó ütemben haladt az oltás a hétvégén, sokan már a vakcina második dózisát is megkaphatták. Minden nap oltanak, még a nemzeti ünnepen is. Az adatokból az is kiolvasható, hogy az elmúlt 7 napban 280.000-nél is több ember kapott koronavírus elleni oltást. Következő oltási időpontja április 19-e. Hétfőn is folytatták az oltást a Kaposi Mór Oktató Kórházban is. Napok óta a legidősebbek kapják meg az első vagy a második adag vakcinát. Rászántam magam, hogy eljövök, meg a doktornő is szorgalmazta, hipertóniás vagyok, van elég sok bajom szívemmel, és akkor így ezt a fejzet kértem és kaptam. A kórház két oltópontján naponta 250 embert oltanak be a Sputnik és a Pfizer vakcinával. Az oltásra érkezőket már a bejáratnál önkéntesek, illetve a kórházi dolgozók fogadják, akik segítenek az iratok kitöltésében és az előzetes vizsgálatok elvégzésében. Az orvos, oltóorvos fogja majd megvizsgálni a pacienseket, és ő dönti el, hogy valóban megkaphatja az oltást vagy sem. Meg szeretnék mindenkit kérni, hogyha lázas beteg, köhög vagy bármilyen tünetet tapasztal saját magán, akkor ne jöjjön be az oltásra, hanem jelentkezzen a házi orvosánál, vagy nekünk ide az oltópontra telefonáljon, és majd egy később időpontban meg fogja kapni az oltását. Az elmúlt napokban csaknem 4000 olyan idős embert oltottak be a Honvéd Kórházban a Sputnik és a Pfizer vakcinával, akiket a házi orvosuk jelölt ki. Hétfőn pedig további 1000 kockázati csoportba tartozó kapja meg a védőoltást. Nincs megállás, március 15-e alkalmából sem, ugyanolyan létszámmal dolgozunk a mai napon is, mint az elmúlt napokban, illetve az elmúlt hetekben tettük azt. Ez az első oltás, ami első oltás, igen. Az első és a második körös oltásokat adják be a Semmelweis Egyetem város Majori Szív klinikáján. Naponta csaknem 800 páciens kapja meg itt az injekciót. Az orvosok azt mondták, elengedhetetlen a vakcina beadása, mert a tapasztalatok azt mutatják, a vírus nem csak a tüdőt, hanem a teljes szervezetet támadja. Gyakorlatilag minden szervet tud károsítani. Így a szívet is érintheti, és súlyos szívkárosodást, akár szívinfarktust utánzó kórképet, vagy szívizomgyulladást, ami nagyon gyors lefolyású, és akár halálos is lehet. Szerencsére azért ez ritka, de erre is fel kell készülni. Közben egy nap alatt újabb 7706 új fertőzöttet azonosítottak, illetve a vírus miatt elhunyt 131, többségében idős krónikus beteg. 9300 ember tápolnak kórházban, és közülük több mint 1000-en vannak lélegeztetőgépen. Ezzel párhuzamosan a beoltottak száma is emelkedik, mert több mint 1.334.000 ember kapta meg a vakcinát, közülük csaknem 400.000-en már a második adagot is. Magyarország az Európai Unió egyik legsikeresebb oltási programját hajtja végre. Az átoltottság aránya már csaknem 18%, ami az EU-ban a második legmagasabb, mondta az oltási munkacsoport vezetője. György István hangsúlyozta, mivel a brüsszeli szállítások továbbra is kiszámíthatatlanok, nélkülözhetetlenek a keleti vakcinák. Hozzátette, az egészségügy bírja a terhelést, és további kapacitás is rendelkezésre áll. Abban a pillanatban, ahogy indokoltá válik, természetesen még az oltóhelyek számát is növelhetjük. Most több mint 5500 oltóhely áll rendelkezésre ütemezett oltási szakaszban, és a tömeges oltási szakaszra térünk át, akkor pedig közel 7000 oltóhely. György István kiemelte, komolyabb probléma nélkül folyik az oltási program, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tumultust úgy lehet elkerülni, ha mindenki pontosan a megadott időpontban érkezik az oltópontokra.